fogom elkezdeni az új munkámat! Milyen új munkád, Zizgő? Csak nem gépnek mentél? Minek rajtad a kabát? Házaló ügynöknek álltam. Oh. Jó, és mit árulsz? Rengeteg nagyszerű dolgot. Például egy ilyen menőharcosnak egy darab gészt. Megvéve. Hurrá, az első vevőm. Mindössze 4 pénz lesz. Megadhatom később. A vevőnek mindig igaza van. Tetszik a hozzáállásod. Nos, cimborák, kezdjünk is bele. Jégkirály az. Én tudtam. Júj! Akkor kívánjatok szerencsét, bár nincs is rá szükség! Ejha, milyen klassz kaland, mi? Csak mi ketten a friss levegőn. Nos, ahhoz, hogy tip-top ügynök lehess, ki kell támasztanod az ajtót. A test nem beszél, jégkirály. Nem, de ez igen. Rendben, ha majd azt mondom, fáj a lábam, így csinálhatsz. Wow, wow! Mintha a kutyám lennél. Zizgő, szerintem verhetetlen páros leszünk. Mi az, hogy? Gyerünk, hajrá, nyomás előre! Levővadászat ideje. 3. fejezet. Nincs idő az alvásra. Elizabeth szíve úgy zakatolt, mint tavasszal a vízimalom kereke. Tudta, hogy az ellenség nem soká érte jön, de mikor? Ekkor hirtelen kopogtatnak az ajtón. Hogy az a... Na mindegy. Jött valaki, ennyi az egész. Parancsol! Fatörzs, hogy vannak a srácok? Micsoda egy időjárás? Csuda udvarias. Tessék, csak kérlek, fáradj be! Gyönyörű az otthonod! Talmás Péter, parancsolj! Na hát, köszönöm! Miben állhatok szolgálatodra? Igen, megmutatom, mi mindent hoztam. Na szóval, van itt letört gaj, egy megkezdett szendvics, és még egy géz. Hogy még egy? Ezt úgy viszik, mint a cukrot. De van porcica is, a géz csupaszított változata. Egy leesett babafej, és egy kis bársony szütyő beköthető szájjal. Ezt a gajat megvenném. A spórolt pénzem fent van. A virágos edényben. Szolgáld ki magad. Kellemes volt itt! Mit vettél, mucikám? Egy gajat. Ja, jó! Na hát, Fatörzs, te aztán értesz a pénzhez.